A Torontálvásárhelyi Nyúlvadász Egyesület kezdeményezésére a vadásznapot az Egyesület fennállásának 100 éves jubileumára emlékezve tartották meg az antalfalvi Livade Vadász Egyesülettel karöltve. A udruženje ima preveliku odgovornost. Samim tim što o ovakvim poduhvatima i ovakvim predavanjima izedukujemo naše buduće lovce i sadašnje lovce, za koje ja smatram da 80% nas je zaboravilo polovinu štiva koja je do sada znalo. Smanjujemo mogućnost da se bilo šta desi kod nas u lovištu. Kísérő rendezvényként kitömött állatokat mutattak be, így ismertették, hogy a Torontálvásárhelyi vadászterület milyen vadállománnyal rendelkezik. Az ötödikes tanulók vadászat témájára készült rajzait is kiállították. A készítők oklevelet kaptak. A meghívott vendégek között jelen voltak a Szerbiai és Vajdasági Vadász Szövetség képviselői, egy belgrádi vállalkozó előadóként, valamint Antalfalva község vadász egyesületeinek tagjai. Két témáról volt szó: biztonság a vadászatban, a vadászok biztonsága és viselkedése a természetben, és a másik a vad állatok nyomai a természetben, és a madarak védelme, és a madarak, amelyeket nem ajánlatos, mert védve vannak, elejteni. A szervezők szerint kevés vadász vett részt az előadásokon, annak ellenére, hogy fontos témákkal foglalkoztak.